Sokáig beszélni sem volt szabad róla, de most már egyre több ember számára ismert, hogy Délvidék 1944 és 1945 telén tragikus események helyszíne volt. A kivonuló magyar haderő nyomában a Délvidékre bevonuló szerb csapatok több hónapos hadjáratot kezdtek az ártatlan magyar lakosság ellen is több településen. Bevezették a katonai közigazgatást, per nélküli kollektív eljárásokat kezdtek. Több tízezer civilt végeztek ki vagy kínoztak halálra, majd földálltak el jeltelen tömegsírokban. Teleki Júlia egyike a túlélőknek. Amikor elvittek bennünket a koncentrációs táborba, és akik meghaltak, azokat rádobták a kocsira, és a kocsi hordta, és beledobálták őket a német kriptákba. Majd amikor a német kripták megteltek, akkor lerakták a földre, és leöntötték mézzel, és azok az emberek ott maradtak. Forró Lajos a Délvidék Kutatóközpont alelnökének nagyapját 1944 őszén partizánok gyilkolták meg, most már hivatalosan is ártatlanul. Az biztos, hogy újra fogom temetni a nagyapámat, és nagyon remélem, hogy azokat a magyarokat, akiket lehet, hiszen azért nem mindenkit lehet, nagyon sok ember veszett oda a Tiszába. Júlia nagyon sokat tudna mesélni, hogy mi lett a csúrogiakkal a kulai bőrgyárba, hordták ki a tetemeket, tehát nagyon sok esetben ezt nem tudjuk megtenni. Ott, ahol viszont meg tudjuk tenni, ott föl kell emelni a hangunkat, és nem érdekes, hogy buszpályaudvart építettek oda, akkor le kell bontani ezt a buszpályaudvart, és a magyarokat el kell temetni. A történész hangsúlyozta, hogy ez Szerbia olyan adóssága, amelynek rendezése nélkül az ország nem lehet az Európai Unió tagja. Az első kiemelkedő gesztus Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb államfő közös főhajtása volt a magyar, és az 1942. januárjában kivégzett szerb áldozatok előtt. Áder János és Tomislav Nikolic közös főhajtása. Igen, egy kicsit egyoldalú. Áder János bocsánatot kért a szerb parlamentben. Nikolic ezt nem tette meg. Én bátorkodom kijelenteni, hogy még nem tette meg. Szegeden hagyományosan január 23-ához közel tartanak megemlékezést. 1945-ben ezen a napon űzték el Csúrog maradék magyarságát otthonából, és indították el őket a Járeki haláltáborba. Idén a megemlékezés helyszíne a Gál Ferenc főiskola volt.